Könyveink megvásárolhatók az itvbáruház.hu oldalon. Támogathatsz minket Patreonon és YouTube-on. Köszönjük! Üdvözlök mindenkit! Ebben a sorozatban a 2022-ben az országgyűlésbe esélyes politikai pártokat mutatom be alapítási sorrendben. A Fidesz, MSZP, Jobbik, LMP, DK, Kutyapárt, Momentum és a Mi Hazánk lesz terítéken. Ebben a részben a magyar kétfarkú kutyapártról, vagy egyszerűen csak kutyapártról lesz szó, melynek háttértörténetével kezdünk, majd megvizsgáljuk, mely ideológiákhoz áll közelebb. A kutyapárt története. A kétfarkú kutyapárt története a 2006-os választási kampányban kezdődik, ám ekkor még nem volt hivatalosan párt, csupán egyesület. Hivatalosan alapítására csak évekkel később került sor. A kampányban az eredeti céljuk az volt, hogy viccet csináljanak a politikából. Tulajdonképpen az akcióik az aktuál politikát parodizálták, legyen az egy politikai baklövés, a korrupció vagy a politikusok ígérgetései. Így születtek meg azok a szlogenek, mint például a bármit megígérünk, örök élet, ingyen sör, adócsökkentés, folyót Pécsnek és egyéb ironikus mottók. Egyfajta görbetükröt tartva a szokásos kampánymandráknak. Ekkor még a kutyapárt annyira nem volt ismert, de akkoriban az emberek ugye nem interneteztek annyit, nem voltak globális közösségi médiákon, a YouTube sem volt teli magyar videókkal, így nehezebb volt terjeszkedniük, mint manapság. Csak nagyon lassan váltak egyre ismertebbé. 2010-től újabb kampányt indítottak, melyben újból az ingyen sör, az örök élet, az adócsökkentés volt az ígéretek központjában, és ahogy a programjuk címe is követelte, legyen minden jobb. Kifejezetten humoros programpontjaik voltak, például, hogy külpolitikájukban a földön kívüli kereskedelemre és diplomáciai kapcsolatokra összpontosítanának, vagy a Marson magyar éttermet szeretnének nyitni. Ezek önmagukban valóban humorosak, viszont van bennük bőven aktuál politikai párhuzam, melyek okán egyértelmű, hogy azok paródiájáról van szó. A kutyapárt Szegeden alakult meg, ezért különösen sok figyelmet szenteltek a megyeszékhelyre, így nem meglepő az sem, hogy a legismertebb tagjuk Kovács Gergely bejelentette 2010-ben, hogy indul az önkormányzati választáson a polgármesteri pozícióért, és megígérte a szegedieknek, hogy első körben egy űrkikötőt fog építetni, mert annyira rendben van a város, hogy már csak ez hiányzik. Ám a legnagyobb sajnálatukra még ekkor sem rendelkeztek elegendő népszerűséggel ahhoz, hogy ringbe szálljanak. 8 évvel az egyesület alapítása után sikerült bejegyeztetniük magukat politikai pártként is, bár rengeteg akadályba ütköztek, mire sikerült ezt elérniük. A bíróság szerint ugyanis félreérthető a párt neve, és a kétfarkú szó utalhat nemi szervre is, és ehhez hasonlókkal utasították el a bejegyzést, viszont a kúria szerint nem volt akadálya a párt megalapításának, így elfogadta a kutyapárt bejegyzését. Tehát 2014. szeptember 8-án hivatalosan is bejegyzett párt lett. Eredetileg szerettek volna indulni a 2014-es országgyűlési választáson, de a bírósági húzavona keresztbe tett a törekvéseiknek. Egyesek szerint a párt amúgy se ért el volna 2%-nál többet, akkor sem, hogyha sikerül elindulniuk. 2015-ben a menekült és gazdasági bevándorló hullám után a Fidesz plakátkampányt indított az illegális bevándorlás ellen, amire a kutyapárt ellenkampányt szervezett, és közösségi finanszírozásból 900 humoros plakátot gyártottak le. 2016-ban a menekült kvótával kapcsolatos népszavazáson a kutyapárt arra buzdította szimpatizánsait, hogy szavazzanak érvénytelenül, így végül 225 ezer érvénytelen szavazatot számláltak össze. 2017-ben amellett, hogy folytatták a politikai paródia kampányt, a zuglói önkormányzati választáson jelöltet állítottak, Tóth Imrét, azaz Brutit, aki megelőzve az LMP jelöltjét 7%-ot ért el. Tulajdonképpen a kutyapárt történelmében ez volt az első kézzel fogható siker. 2018-tól Kovács Gergely egyszemélyes elnökségét megváltoztatták, és bevezették más pártokhoz hasonlóan a társelnökséget, így Kovács Gergely jelenleg
Döme Zsuzsannával, azaz Szuzival együtt töltik be az elnökségi tisztséget. A 2018-as választásokon indulva majdnem 100 000 szavazatot szereztek, 2019-ben az Európa Parlamenti választáson pedig elérték a 90 000-et. Az önkormányzati választáson pedig a legnagyobb sikerük az volt, hogy az általuk támogatott jelöltek egy jó része bejutott az önkormányzatokba, és például alpolgármesterük is lett. A kutyapárt jelenleg nem óhajt összefogni más pártokkal. Persze előfordult, hogy támogattak egy-egy közös jelöltet, de a 2022-es egységben Magyarországért összefogásban nem vesznek részt. Az összefogás politikusai emiatt jóformán árulónak nevezték a kutyákat, mert azzal, hogy nem fognak velük össze, azzal a Fidesszel fognak össze. A kutyapárt ezzel nem ért egyet, és határozottan visszautasítja, hogy a Fidesznek kedveznének ezzel. Kovács Gergely szerint így is úgy is majd a kutyapártra fogják kenni, ha elvesztik a választást. Nem mellesleg a kutyák szerint a szimpatizánsaik így se úgy se szavaznának az összefogásra, akkor sem, ha nem létezne a kutyapárt. A párt ideológiája. Most pedig meg fogjuk vizsgálni a kutyapártot kulturális, ideológiai és gazdasági tengelyen, illetve megnézzük, hogy mely politikai pozícióba sorolható be. És természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a kutyapárt nem ideologizál, nem sorolja magát sehova, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként nem tartoznak sehova, csak nem szeretnének ezzel foglalkozni. Én viszont igen. Úgyhogy lássuk. Progresszió. A kutyapárt egy progresszív szerveződés. Alapvetően haladó beállítottságú emberek a tagjai és a pártoló tagjaik is. Támogatnak minden progresszív lépést a politikában, legyen az az azonos neműek házassága, vagy a nők jogainak kibővítése és a többi. Ők haladók ugyan, de nem teljesen szabadelvűek, legalábbis a többségük. Kovács Gergely szerint például lehetnek olyan állami beavatkozások is, amelyek jó cél érdekében történnek és amelyekkel szemben ostobaság fellépni. Például támogatja a Covid miatti korlátozásokat is, és ellene van az elleni lázongásoknak. A párt tehát nem mondható libertáriusnak, bár vannak ilyen törekvéseik is, mint például a marihuána legalizálása, vagy a szabad verseny megteremtése. Centrizmus. Sokak szerint a viccpártok politikai pozíciójukat tekintve semmilyenek. Tehát se nem jobb, se nem bal, se nem centrum, se nem harmadik út. De nem létezik olyan, hogy semmilyen. Mivel a kutyapárt nem csupán viccpárt, hanem politikai mozgalom is egyben, így azt gondolom, nyugodtan el lehet őket is helyezni a politikai palettán. Mindazonáltal nem a bal oldalon, de nem is a jobb oldalon. A kutyapárt alapvetően elutasítja az idealista politizálást, és kiemelik, hogy nem ideológiák mentén politizálnak, hanem ügyek mentén. Ez viszont a centrizmus leegyszerűsített meghatározása, és valóban tényleg csak ügyekkel foglalkoznak. Elmondások szerint a pártpolitika azért hülyeség és kifigurázni való, mivel nem teremt mást, csak gyűlöletet és felesleges polarizálódást. A politika viszont önmagában jó. A jelentése is az, hogy közügy. A kutyapárt pedig a pártokráciával szemben kizárólag a közügyekkel hajlandó foglalkozni, másodszorban a pártpolitikából óhajt viccet csinálni. Centrizmusukat az is bizonyítja, hogy a kampánypénzeket nem rakják zsebre, nem költik el ideologizálásra, hanem minden évben egy Rózsa Sándor népi kampánypénz tékozló alap nevű pályázat keretein belül elosztogatják, szinte bárki pályázhat, aki valamilyen hasznos projektre vagy közösségi célra akarja költeni, ám ezek különféle elbírálásokon esnek át. Pacifizmus. A kutyapárt küzd az erőszakmentes politizálásért, és ezért mindent meg is tesznek. Kizárólag békés politikai akciókat indítanak, amelyekkel szeretnének javítani saját környezetükön. Legyen az egy pad lefestése, az aszfaltrepedések fugázása, egy régi buszmegálló kifestése, a kátyúk leaszfaltozása és ehhez hasonlók. Úgy gondolják, a békés politizálás mellett szükség van a valódi cselekvésre is. Többet cselekednek, mint amennyit jártatják a szájukat, arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan kellene tenni. Zöld politika. A párt akciói között a fák és más növények ültetése is gyakori.
követelik a több fa ültetését a városokban, a betondzsunkel helyett zöld településeket szeretnének, és nem csak szeretnének, meg is valósítják, ahol csak tudják. Állításuk szerint nem elég beszélni a zöld politikáról, tevőlegesen is harcolni kell a zöldebb környezetért, éppen ezért szemétszedési akciókat is szerveznek. Nem mellesleg az állatvédelmet is kiemelt fontosságúnak tartják, nem hiába, hiszen kutyákat akarnak ültetni a parlamentbe. És hogy mitől is igazán zöld a kutyapárt? A füvesítéstől, ami ez esetben kétértelmű. Emiatt gyakran drogos, heroinos, hedonista bandának szokták őket titulálni, de ehhez az idők során már hozzászoktak. Antikorrupciós politika. A kutyapárt, ahogy minden ellenzéki párt, harcolnának a korrupció ellen. Elsősorban a tiszta közbeszerzési rendszerre dolgoztak ki egy programot, amely gondoskodna arról, hogy megteremjen a valódi szabad verseny, és nagyértékű munkákat is biztosítanának a kisebb vállalkozóknak, mivel úgy gondolják, hogy a tűzhöz közeli nagyvállalatok kapják jelenleg az összes nagyobb értékű munkát. Éppen ezért azt szeretnék, ha felszámolhatnák az akadályokat a szabad verseny előtt. Ehhez pedig a túlárazásokat és a korrupciót kellene felszámolni. Konklúzió. A helyzet az, hogy ennél több dolgot nem tudtam összeszedni a kutyapártról, hiszen, mint ahogy mondtam, jó részt viccpártként működnek, bár a humor mögött meghúzódik valamiféle véleményformálás is. Nem hisznek az ígérgetésekben, sem a mézes-mázas szavakban, csak is a tettekben, és igyekeznek nem képmutató politikát folytatni. Lássuk az eredményt. Először is egy teljesen új ábrát kellett csinálnom, hogy a centrumot és a harmadik utat is értelmezni lehessen, szóval amikor kell, ezt fogom használni. Szerintem a kutyapárt egy ökologista és centrista liberális párt. A politikai stratégiájuk pedig egyértelműen a viccpártiság, a szatíra. Gazdaságilag inkább a piacpártiság felé hajlanak, ez kiderült a legújabb programjaikból is, amiket feltöltöttek a weboldalukra. És hogy korrekt legyek, elmondom, hogy ezek csak az én elemzéseim, ők nem állítják magukról, hogy liberálisok lennének, vagy piacpártiak, vagy centristák, a párt kiemelten igyekszik elhatárolódni az ideológiáktól, megőrizve a semlegességüket, tehát sem kategóriák, sem ideológiák nem jöhetnek szóba náluk. Viszont az elhangzott kijelentéseikből én be tudom őket kategorizálni, de tiszteletben tartom, hogy ők ezt nem teszik. Ugyanakkor a véleményem az, hogy azzal a vállalással, hogy komoly programokat is írni kezdtek, igenis bekategorizálhatók lesznek, egy politológus simán be fogja őket tudni kategorizálni, és ezeket előbb-utóbb majd fel kell tudni vállalniuk. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem tudtam segíteni abban, hogy úgy döntsetek a 2022-es választáson, amit később nem bántok meg. Reméljük, hogy így lesz. Ha tetszik, amit csinálunk, értékeljétek ezt a videót, iratkozzatok fel, és vegyetek könyvet. Sziasztok! Ha tetszenek a videóink és havi szinten szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor azt Patreonon keresztül megteheted, cserébe különböző gesztusokkal ajándékozunk meg. Ha pedig csak egyszeri alkalommal támogatnál minket, akkor azt az itwebaruház.hu oldalon tudod megtenni a különböző írásaink és könyveink megvásárlásával. További infók a videó leírásában. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!